A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia egy olyan képzési-nevelési centrum, mely az Országos Szövetség sporták fejlesztési programjának keretén belül a 15 és 23 éves kor közötti tehetségeknek központi képzési lehetőséget nyújt. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó a pécsi regionális tájékoztató fórumon beszélt a képzésről, valamint egy tudományos akadémia létrehozásáról. A mai világban kell egy olyan kulturált feltételt biztosító rendszer, amiben elsősorban az ország különböző 140 szakosztály van, és hát mondjuk a felében van kiugró tehetségű ilyen korosztályú gyerek. Ennek viszont a felkészülése csak úgy biztosítható, a megfelelő edzői partnerok vannak. És hát azt gondolom, hogy az ország legjobb szakemberei lesznek és tartanak itt edzéseket, és hát a legmagasabb tudomány segítségét is igénybe veszik. És az a 4000 négyzetméteres sportcsarnok, és amellett épülő 120 férőhelyes kollégium, amely két ágyas fürdőszobás minden igényt kielégít, az olyan feltételeket teremt a fiatal emberek számára. A Csepelen felépült létesítmény elsősorban a birkózás szolgálja, de a helyi lakosokat is azzal, hogy különböző rendezvények színhelye lehet, mondta Bacsa Péter, a nevelőműhely szakmai felelőse. A magyar birkózósport egy óriási fába vágta a fejszét, hiszen megalapítottuk a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, amely a magyar birkózósport egyetlen nemzeti akadémiája, melynek célja az, hogy két évben belül 100-120 gyerekkel megkezdjük az akadémiai képzést, és terveink szerint 5-10 év múlva a jövő világbajnokai innen fognak kikerülni. Azért a magyar birkózósport nem akkora, hogy több akadémiát elbírja Magyarországon. Ez Budapesten, közelebbről Csepelen egy kertvárosi részen lesz, ahol az első ütemben meg is valósult, hiszen most szeptemberben avattuk az országos bajnokság alkalmából föl azt a két szinten 9 birkózó szőnyeges minden igényt kielégítő komplexumot, amit már alig várunk, hogy birtokba vegyünk az akadémistákkal. A pécsi birkózás 2017-ben alakult újjá. Azóta volt már Európa-bajnok, a korosztályos válogatottja és olimpiai kerettagja is az egyesületnek. Igaz, hogy már zajlanak az edzések, az általános iskolák tornatermeit egyelőre nem használhatják a birkózók, de a PMFC stadion Kiscsarnokában nap mint nap készülhetnek. A tervek szerint ez a létesítmény lesz majd a szakosztály új székhelye. Bízunk benne, és azt gondoljuk, talán egy jó irány, észrevéve a világ nagyhatalmait, Oroszország, Irán, Amerika, ezeket a központi felkészülésekkel oldják meg, nem véletlenül eredményesek. Azt gondolom, hogy elérkezett az az idő, hogy ha méltóképpen akarja a Magyar Birkózó Szövetség folytatni ezt a kiváló eredményeket, akkor érdemes ebbe gondolkodni, hogy központilag készülnek fel, nem csak a egy-egy napokra mennek föl keretedzésre, nem azt az egy-két hetet töltik ott, hanem életszerűen fennélnek ebbe az akadémiába. Egy zárt rendszerben biztosítva vannak a tanulmányi, kétkezés, orvosi háttér, kiváló szakmai keretek között tudnak, a legjobb edzők kezei alatt vannak. Hiszünk benne egyelőre. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémiai képzés 2021-ben indul, remélhetőleg sok jövőbeni világklasszis sportolóval.